Hello, sziasztok! Jó reggelt, jó napot, jó estét! Október 1-e van. Nálam most már hivatalosan ősz. Ősznek nyilvánítom az őszt. Jó. Na, annyi mindent kell csinálnom ma, hogy... Hát, mit másnak, gondolom. Szép időnk van, esik, esett, és mutatok valami extra jót. Ragnar agyvérzést kapott tőle. Mutatom. Ott, a füvek közepén nagy vakontúrás. Tegnap már eltüntette, már újra túrta a vakondarát. Hát, ez ilyen, ő volt itt hamarabb, én úgy vagyok vele. Hát be kell zárjam, mert füst van. Most nem trágyosztabb van, most füst van éppen. Jó, de a párás időtől ugye nekem hullámos az eredetileg a hajam, és hogyha nincs rövidre vágva, akkor elkezd göndörödni, de már itt elkezdett így már mindenfelé állni. Hát, nem érdekel. Beindítom a mosást, hát itt a mosogató környékén megnézem, mi a helyzet, és akkor kidekoráljuk a házat, hát amennyire lehet, amennyi díszünk van, nem viszik túlzásba, és akkor aztán többet meg majd meglátjuk. Na most az a baj, hogy ugye nincs még olyan hideg, hogy fűtsünk. Látom, is ebben a lakásban nincs. Viszont a törölközők este zuhanyzás után már olyan szarul, tehát nem száradnak meg. Szóval ez egy elég nagy sarkalatos probléma nálunk. Már nem tudom. Jó, úgyhogy igen, nem tudom. Nem akarok azért még befűtés kapcsolni, hogy a törölközők ne legyenek nyírkosak, de viszont így meg belebűrösödik a víz. Te jöhetsz ide, úgy el. Na, mielőtt berakom a mosást, vagy beindítom az első adag mosást, azért ezeket a nadrágokat szétszedtem már, hogy nagyjából, amiket tegnap este vettem, ezeket a stretchgatyákat a csugába, a Tesco-ba. Á, meg kell nézni, hány fokon lehet mosni, meg lehet-e szárítógépezni. Azt mondja, hogy ez meg okuláré kell már csajok. Azt mondja, 40 fokon mosható, és magas hőfokon szárítható. Tehát karika, kocka, karika, benne a pötyi. Hát ez azt jelenti, azt hiszem. Vasalható, azt ott többit meg nem tudom. Már kikén nyomtottam egy ilyen táblázatot. Jó, hát aztán majd meglátjuk, mikor itt fogom mosni, hogy ne szedjen fel semmi szözt. Bár ha utána berakom a szárítógépbe, akkor jó lesz. Ezt viszont levágdosom, mert én nem szeretem szúrja a fenekemet, mert azt nem csípem. Úgyhogy nagy mosás van koszosséknál, tudjátok, azt szokták mondani. Ugye? Vannak benne ilyen rejtett kis dolgok. Cinke itt, cinke ott. Anyag úgy jónak tűnik, remélem nem ilyen túl átlátszó, mert azt nem szeretem. Ja, most már nem kezdtem venni, most már nem látok, csak a betűt kell nézni. Na jó, majd gyertek lejjebb. Kiborult, felborult. Így szét kell szedni a dolgokat. És akkor úgy címke úgy kifordít. És mindjárt mehet is a mosodába. Igaz? Hát ma egész nap menni fog a mosógép, mert ma a héten nem egyszer mostam, azt hiszem, és hagytam gyűlni. Egyszer majdnem kísértésbe stendeztem, mégsem, gyertek fel, fejre, csajok fejre. Nagyon melegen van, 21,1 fok van, már mondjuk ég a zsír, ég a háj. Na, Lexi! Aha, azt nézed? Macska az asztalon? Macska az asztalon? Haló? Virágos kert? Lefelé? De igen gyorsan, mert érgumburgum. Na, kutya fáját neki. Kislánynak semmi keresni valahogy az asztalon nincs. Nyom. Azt sem tudom, hol tartottam, mert megzavart a matyka. Szóval melegen van nagyon. Úgyhogy lehet, hogy hátulatozok meg valami rövidbe. Rövid ujjúba. Szia! Hello! Hát te...
Jössz, mész? Itt mászkálok, igen. WC-papír burigával? Gyűjtögeted őket? Igen. Hát ott vannak a kis... Nem fér bele a izébe? Igen. Ilyen rendes. Ott van egy kuka, azért van. Bejöttél a képembe? Be. Baj. Mutattam a... Nem baj. Mutattam a vakontúrásodat. Ja, szép lett, igen. Basszus, gyerekek. Bosszút állt a vakontúr. De ne, figyelj, ő volt itt előbb. Igen, igaz. Mert már amikor ide költöztünk is, itt voltak a földhalmok, akkor is volt oldalt egy végig vakontúrás, tehát tudtuk, hogy itt lakik. Én nem úgy imádom a vakondokat. Hát nem a kertbe. Egyszer megmentettünk egyet majdnem. Aha, volt egy kutya, és elkapta a vakondunkot. Egy kertesetből laktunk nagyon régen. És szegény még pihegett, igaz, hogy pillegett, Sórikám. És akkor beraktuk az előkertbe, hogy a kutya ne tudjon bemenni hozzá, hát ha magához tér, meg leás majd, meg minden. De meghalt. Ekkora pici volt, gyerekek, ekkora. Én úgy képzeltem el, hogy ez sokkal nagyobb, mert a mesébe is nagyobb. Olyan, mint egy hülye gyerek. Na jó, van, munkára fel. Lexi meg van bolondulva, képzeld az előbb. Onnan neki szaladt a szekrénynek. Szerintem azt itt a másik macska, mert ugye fénylik az a szürke szekrény. Nagyon melegem van. Én levetkeznem kell. Na, mit csinál? Tessék. Lány, mit? Tévézi. Ja, jól van. Akkor nem sokáig fog tévézni szerintem, mert... Neki is ki kell adni a munkát. Ja, megyek oda, és sporttörölni. Tanulnia kell. Ja. Mondjuk a porttörölés meg tudja ő is csinálni. Ja, én is azt csináltam valamelyik nap itt végig. Itt mondom, itt egyedül itt fent a szekrény tetején, ott nem értem el, úgyhogy ott még hiányzik, de a többi helyen itt a bizbasz mi ez, meg a vakablak, meg minden, az rendben van. Darombol a matyka. Jaj, apának leszek itt a kibaba, ezt megmutatom. Megmutatom kibabát! Ott a kisbabája neki, igen. Ti-ti-ti-ti! Ott van. Szereted a babát? Igen. Ribi. Macskás Ragnar! Macskás Ragnar. Tényleg át kéne írni a nevedet. Mondj, hát te tudod, az a cicie? Jaj, drága. Cickó bimbó. Cickó bimbó, nem sokára mész, aztán decemberben véget ér a lányságod, drágám, sajnos. Jövő. Azt mondtad, decemberben mondtam. Igen, csak jövő héten felhívom a állatkórházat, mert ugye jövő héten marra sűrű lesz a hét, utána hétre kérek egy időpontot, neki is levágják a karmát, és akkor megbeszélem a doktornővel a ivartalanítást, ja, és akkor december elejére kéne valamikor, hogy... Hát majd amikor adja az időpontot. Ja, hát úgy szokorom bele megbeszélni, hogy... Na jó van, hagyjatok, feltartottak ja, engem. De nézd már, megfordult. Le a villanyt, sötétbe, és húzunk mosni. Mosni! Megyünk mosni! Jaj! Csakás Ragnar! Jaj, Istenem! Na, besötétettem itt, de nem baj, ne is törődjétek vele. Csinálunk itt egy kis fényt, nem sokáig, mert rezsicsökkentés van. Jó, még ezt beledugom. Így. Nincs látok semmit szerintem, bár lehetséges. Még ezt beledugom, és akkor még utána még szétválogozom a többit, mert még ebbe is van rengeteg. A másik szennyes tartóban plusz még a földön is van. Ja. És kell nekem a színfogó kendő is. Mert ez a sztikiz hátán. Tudjátok, én felet használok. El szoktam tépni félbe, mert túl nagy. Fél is megfogja szépen. Meg nem is használom mindegyiket, csak amikor kritikus a helyzet. Ja. Na, ez fogyott el. Még talán két csepp van az alján, azt még belecserpálom. Jó, valamennyi még azért csak jut bele. Hát, csorog. Lexikém, mit keresel itt? Te is jöttél most, Lexi, figyelj csak, hívjad ki a cicárat! Hívjad ki a Lexit, légy szíves! Hagyd az állványt, hoho, mindjárt repültök kamerával együtt. Ez mit tettem egy kicsit. Aztán, ebben egy több léttő.
És emeljük a órát, indítjuk az órát, vagy fordítva, és mehet. Az első adag órá. Halleluja! Nem is szortírozok most, mert akkor nem fogom tudni kiszedni, hanem majd inkább az első adag után. Ja, gyere Lexi, megyünk ki! Gyere! Ja, akkor nézed egy kicsit a mosógépet. Úristen, szexi fiút találtam. Nyom fel a villanyt, apa. Itt. Mit kérsz, drágám? Szexi. Hm? Szexi vagy? Szexi vagy? Igen. Szexi vagy? Mit szeretnél? Mert tudjuk, hogy ő így szokott kérni, amit akar. Menjél, nézd meg te is a mosógépet. Hm? Kiskorodban te is belemásztál egyszer. Hm? Nem? Nem nézed meg? Na jó, akkor ne nézd meg. Nem nézi meg. Cuki vagy a rózsaszín kisártól. Leilának a szemetes kosarat? Igen. És miért te viszed ki? Mi? Miért te viszed ki? Mondtam, hogy ezt elvállalom, ezt az egy feladatot most. Tudom, majd mindjárt öltözik, aztán csinálja a többit. Jó, oké. Okay. Jó? Na megállt az első adag. Kiszedtem külön azokat, amiket válfányzni fogok, illetve pakoltam a szárítógépet olyanokkal, amiken lehet, tisztítottam ezt a szűrőjét. Na és akkor a végén megnézzük, hogy már mennyi víz párologna el, hogyha ezt nem szárítóba tenném. Nagyon sok. És tudom, drága az áram, de az is drága, hogyha bepenészedik az ember lakása. Na mindegy, én farmer programon szoktam mindig szárítani. Ez már úgy, mert hát szerök, oda ki. Minden farmer programon, mert nálam ez az egyik legjobb, ami két óra alatt kész van, és akkor hadd szóljon. Ja, aztán majd megmutatom, hogy mennyi víz gyűlik benne össze, tehát hogy mennyi párologna a levegőbe, hogyha úgy szárítom. A Lejlával elkészítjük a pizzát, én kimértem, ő most összekeveri, amikor én mérte ki, úgyhogy megcsináljuk. Ja. Kösz, babám! Uh-huh. Neked! Köszönöm! Drága! Most porszívozta szét a házat, annyira cuki! Jó, van, jól keverd össze, hogy ne maradjon az oldalán se vissza. Oké? Okay? Oké. Okay. Nos, sülnek a pizzák, a Leilával ugyesen összeraktuk. Ugye a havai, meg nekünk a sima sonkás. És maradt a ananászból. Két karika, gondoltam, megkérdeztem mindenkit, kérje, hát Leila utálja az ananászt, nem szereti. Ragnar meg pizzán szereti, úgyhogy én kaptam két karika ananász. Finom. Azzal röhögcsélek itt, hogy egyre nagyobb Ragnarnak a vakontúrása. És hát nem a Ragnaré, csak szerintem neki csinálta a vakont. Ugye? Jó. Meg közben neki járt rendszerezni a ruháit, a télit, nyárit cserélgetni. Nem várta meg, még én csinálom meg. Itt három van! Biztos nem kérsz egyet? Gyere! Egyet akkor. Na, de. Felállok, miért? Falatozzunk. Látok, már nem jó van ez a kamera, vagy jó van? Nem tudom. Benne se vagyunk. Gyere, ott van még egy. Nem édes szerencsére, ki tudod szedni, de vigyázz a kis kezelet, meg nem tudnál. Megpróbálom. Csöpök. De finom. Az a jó, nem édes. Uh-huh. Jóféle. Finom. Mi ez a fresbóna? Köszönöm. Egyáltalán nem édes, tehát nulla és ananász, ananász íze van. Nem ez a szétédesített dolog. Szóval Ragnar neki járt pakolni a ruháit. Hát én is fogom, mert nekem a szekrényen borul ki kb. Mindjárt. A fiókaim, a pólós, az rendben van, meg bugyózok, és az is oké. Okay. De az ilyen mindent bedobálok, az ilyen borulós, nadrágos, meg az ilyenek. Nem, mint olyan sok minden lenne benne, de ezt a keveset is igen hamar fel tudom forgatni. Mint az uram. Igaz? Valahogy mi nem vagyunk jóban a szekrényekkel. Tehát hányszor megcsináltam az ő fiókját, szekrényét, Istenem. És akkor belenéztem és egy hét múlva sírtam, úgy visszatértem. Közben leverült a kamera? Na mindegy. Na ott tartottam talán, hogy annyiszor összeraktam Ragnának a szekrényét régen, sőt szín szerint, stb. Mondjuk nem kellett túl sok színt rakni. Aztán egy hét múlva meg sírtam, úgy nézett ki, úgyhogy feladtam, megoldja magának, azt mondta. Úgyhogy nem piszkálom többet, tehát minden éven
én mondom, megcsinálom neki. Aztán úgy döntöttem, hogy feladtam, nem felesleges. Na nem, mint hogy az én szekrényem máshogy néz neki, de az enyém tovább bírja, de viszont utána borzalmasabb a végeredmény. Sőt, a titulácska jól néz neki. Jó. Nem is tudom én, mikor fogom rendbe rakni. Valamelyik este itt majd magányomban. Szépen kiborítom az egész szekrényt, és akkor áthajtogatom, átválogatom. Annyira válogatni való nincs, mert nem sok mindenem van. Igazából annyira. Na, gondoltam, benyomlak titeket addig is, ameddig még zúg a második adag pizza. Vagyis még nem mindegyik sült meg, de mind a kettő. Ragnát láthatjuk a háttérben, nem tudunk vele mit tenni, mert itt lakik, hála jó Istennek. Most neki esett az ágynak, elrakta a kis ruháit. Én meg, amik a szállítógépben nem raktam be, azokat fogom válfájszálni. Nem tűrik a szállítógépet, nem akarok Ragnának ismét haspolót csinálni, mert egyszer megtörtént a kedvenc pólójában, hogy a szállítógépbe bedobtam, nem néztem a címkét, és képzeljétek el, Csóringer felette, és így haspolót költöket beléért. Ó, Istenem, úgy sajnáltam, de vettem neki helyette másikat. Hát őt nem érdekelt, őt nem zavarta, ő röhögött rajta, de én azért annyira nem röhögtem. Szóval számomra nem volt annyira vicces. Hú, most már nagyon meleg van. A hőmérő nem megy fejed, de a hőérzet az jó. Főleg, hogyha majd megsült a pizza, a második is, akkor kinyitom a pizza ajtaját, a sütőnek az ajtaját, és akkor már meg is van a napi fűtés. Ennyi. Jó. Minden a főzni kell, sütni kell, igaz? Uh-huh. És akkor hol van a kandallóm? Ígért valaki nekem kandalló, de nem lesz kandallóm. Úgy volt, tehát az még a rezsicsökkentés, vagy a rezsis dolog előtt volt, igaz? Jó. Nagyon szerettem volna, de ez most így alakult. Ott a helye pedig, vagy valahol. Nem tudom. Este csajos programom lesz a leányommal. Alig várom. Na, ez kész. A szállítógép még megy, alul megy egy mosás. Na, de ha a szállítógép megy, akkor megállt, akkor azt el ne felejtsem megmutatni, hogy mennyi víz marad a szállítóban. Na, a Ragnar pizzája már készen van, a havai. Hát, mint egy kicsit megpörkölődött volna, de pont így lesz finom. A Lejlája meg az enyém meg még kapott egy kis időt, mert egymás alatt sütöttük. Ja, úgyhogy... Ez a laktózmentes sajt, az úgy látom, hogy ez ég. Ez kemény, mint a beton. Itt. Mindegy. Szórjak rá neked, veszel egy friss sajtot? És akkor még most talán rá tud olvadni? Reszelek én. Te akarsz reszelni? Hát akkor reszeljél. Egyállap is kell még, nem? Azon van, nekem nem kell, azon van. Nekem nem kell sajt. Mindjárt reszeltem. Hát, hogyha akarsz még rá, és még most ráolvad menni, és csak ilyen éget lett egy kicsit, ropogós. Nem tudom, mi történt. Hát, mindegy is. Na, elkészült minden. Ugye a Ragnarért még lesz plusz sajtéve, Lejláira nem. Én pedig úgy eszem, hogy ezt a felső részt lehúzom, és akkor az alját fogom enni, de lehet, hogy nem. Nem is néz ki rosszul ez az ananászos. De mondjuk én nem szeretem ananásszal. Tessze, ugye? Én sem. Én az ananászt is eszem. Azt tudom. Ezt kinyitottam fűtésgyanánt, hogy ameddig hűl, addig jön ki a meleg. Jack az feladatozik, most adott neki Leila friss vizet is, úgyhogy megvárjuk az uramat, aztán éppen valamerre arra van, akkor eszünk. Akkor szedhetem? Szedhetem? Jó. Akkor mennyit kérsz? Essük. Kettőt legalább. De várjál, mert papírral együtt fog jönni. Ja, megfogjuk. Nem, mert forró? Nem meleg. Ne. Apa. Nem meleg már egyáltalán. Így, egy fél a tányérod, és akkor majd kapsz utána másikat. Jó, itt vágyat. Köszönöm. Na, legyen a bébi. Használtam az új pizzavágómat. Na, ez jól kért. Egy. Szerintem. Ez szerint. Egész jól vág, hogy meddig azt nem tudom. Nem ehető még forró. Akkor te nem készül a kis sajtot? Nem. Jó. Oké. Te egyre jobban izgat engem a te... Ananászos iszét, és nem is szerettem ananásszal. Hát kóstol meg. Nem. Nem akarom. Kell bevenni ilyen tablettát? Én vennék egy tablettát be, mert nem tudom. Jó. De bár az gluténmentes, a sajtot, azt a ráégett sajtot viszont nem fogom tudni beszedni az egészet, úgyhogy nekem adj egyet. Tehát tök mindegy, mert ha akkor is van benne kazoin, tehát
Nem. Lejla. Na jó, adjunk. Én még kenek rá erős pistát. Én úgy szeretem. Kerek. Mindig csúszom rá kenni. Jó is az. Én meg csípős kecsapot. Hát ki csípős alapot csináltam, nem baj? Nem. Nem csúsz pista. De van? De van. Nem pista, hanem a hamis pista. Ez a cipra csípős. Ez nekem finoman pontom, mert... Nem beszél már, hogy olcsó, mert azért finomabb, mert olcsó. A lehet csípőcsön, nem? Nem tudom. De még nem kést vettem elő. Mm. Ezt le kell pistázni. Finom? Nagyon jó. Jaj, vártál már rá, ne haragudj, hogy én régen nem csináltam. Semmi baj. De pizzát csináltam, szóval mindegy, mostanában. Finom, csípőssel. Ho-ho-ha-ha. Mária. Nem emlékszem, de kipróbálom én. Tessék. Köszönöm. Előbb kis sarát tudok tenni. Megyünk enni. Ízlik? Nagyon finom. Jó van. Aha, nagyon jó lett. Jó. Aha. Hozom a következőt. Így is sok. Jó, veszek csak. Nem szedek én le róla semmit. Az a helyzet, hogy... Az a helyzet, hogy én nem szeretek kézzel enni pizzát. Sajnálom, nekem kell késés illat. Nem tudom miért nem szeretem kézzel enni. Lábbal szeretem, de azzal nem fog jönni. Szakálladra figyelj, csémel. De szépen gyógyul a fejed. Ja. Úgyhogy legyünk egy kis pizzát. Van rajta lilahagyma. Paradicsomala, oregano, bazsalikum, meg anyám tyúkja, sonka, meg ez a laktózmentes sajt. Ha most is kiütéses leszek, akkor attól volt a múltkor. Kirenyésztel a számból, kér? Nyugodtan egyél ilyet is. Még gombát is rakhatunk volna, látod? A sajátunkra. Na, milyen pistával? Finom. Lella, na, ott a helyen, ott szeret ülni. Ő ezt kinevezte, ahogy ide költöztünk. Sőt, mielőtt ide költöztünk, ő mondta, hogy ő mindig ott fog ülni, és ez így van. Hát üljön. Na már rend az eső. Hogy fogjátok leolvasni a vízórát? Még nem tudom. Lella szoktunk lemászni az aknába. Ott van egy földi békánk, amelyik ott lakrik. Úgyhogy egyik videóban megmutattátok, igaz? Igen. Nagyon cuki béka. Hát kíváncsi vagyok, most is ott van-e. Szóval most esik az eső, de hát Ragnar hóvégén mindig leellenőrzi a vízórálást. És ugye már elsője van. Le kell valahogy menniük. Nekem ebből hiányzik valami. Micsoda? Nem, gomba. Annyi? Kukorica. Oh. Kukorica, jó. Kukorica, derce. Derce. Tudom, mit kell menni. Tessék? Rájöttem, mit kell menni. Lehet enni kéne hozzá kis kovászos uborkát, ez morbid. Finom ez a szafis tészta. Csak elmondom nektek, hogy a mi recept van rajta. Egy adaghoz való. És úgy összeállítod a bot. Te nem tudsz csinálni egy 20 centis pizzát, mint ahogy ő mondja. Nem. Abszolút nem. Tehát sokkal több meg kell szorozni párra. Na mindegy. Szóval szerintem az ott úgy valahogy nem lett olyan. Lehet, hogy jól van kiszámolva, vagy nekem van valami problémám, de... Így is vékony. Mert tényleg vékony. És... Na mindegy. Hát ezt bepistáztam, gyerekek. Mit csináltok, babány? Csak lesz szeretnék, akkor nekem is sajátod. Jó. De mégis kell rá. Neked nem hiányzik rá valami, Lejla? Neked finom? Kukorica. Kukorica? Igen. Igen, nem sok minden van rajta. Bár sonka. Ez kész. Más, de kukorica. Hogy örül az ananászosnak, jaj, drága? Ez csip.
Túltoltam. Milyen ez a csípős ketchup? Na, egész jó. Csíp? Kicsit jó. Akkor nem nagyon? Nem részes. Amúgy a havai pizzát hogy csinálják a pizzázóba? Tehát mi van még az ananász alatt? Paradicsomos alap, meg? Mert sose ettem. Meg sonka. Meg kukorica is, azt hiszem. Igen? Nem tudom, te vagy a nagy hava is. És igen, az volt. Na, nem emlékszem, de mint egy kukoricát is raktak volna. Igen. Uh-huh. Aztán ebéd után decoration. Uh-huh. Gyorsan szétdobáljuk. Jó. Ja. Csak mindent kirakok. Most már tényleg kell. Csak megvártam a Leilát, hogy ő is szeretett volna segíteni. Elvesztük el a gyerek örömét, ha segítsen. Na, szombat van vagy péntek? Hát sajnos már szombat. Ja. Hát akkor iskolában lennél, nem? Ja, mondjuk az érez. Meg mennél edzésre is. Csak mivel apámat takarított, ezért össze vagyok keveredve, hogy milyen napom. Apád mikor nem takarít. De az a jó, szeretjük, nem tartjuk vissza. Én valamelyik nap kitakarítottam itt. És hát a port letöröltem ott fent, meg ott, meg ott, meg amott a tízes mondjál, de nem tudtam a szekrény tetejét. És most ő úgy belejött, hogy előkapta a porszívót is, végigment a szőnyegeken, fürdőszobán, mit tudom én, mint. Ezt szereti. Én csak létráról tudtam a... Hát létráról, én a székről próbáltam, de nem tudtam, tehát magasom van. Ja. Szép zöld tényleg a fű, írták is kommentben, hogy milyen szép zöld a fű. Írtam is, hogy már fel is túlta a vakon. Nagyon meleg lett. Még jobban. De, jó idő van. Szerintem nem sokáig én átveszek egy pólót, mert én megtúlalok ebbe. De nem vastag pedig. Na, szarik a macska. Jack az? Mm-hmm. Akkor büdös lesz. Na jobb is, hogy befejeztem. Macska. Macska, jaj van! Lejárt a mosógép. Hú, de pára van itt. Pedig nyitva van az ablak, tehát már kiszedtem oda egy kupacot. És a szállítógép járt le, és akkor mutatom, ahogy kibújtak, hogy eddig van vízzel. Ami azt jelenti, mindjárt mutatom, hogy mennyi. Szóval ez rengeteg víz. Oké, ez egy normál adag szállításának a vízmennyisége. És azért ez rengeteg, hogyha ez itt párolog el, azért az nem annyira jó, szerintem. Hát mindegy, mindenki döntse el maga. No, megállt a második adag mosásom is, úgyhogy... Tudu, folyt köv, nem is lesz elég a váfám, de majd még keresek valahol. Ja. Még lehet a szállítót is fel kell állítani, mert az ilyen lejelennek a... Mi ez? Tornagatyáik, vagy mik ezek? Ezek ilyen... Ezeket nem rakom be a... Micsodába? A szállítógépbe. Tényleg kell még váfa, mindjárt még megyek vadászni. Ja. Már össze is gavajodnak. Úgyhogy... Jól laktál, hupa! Jó, egészségedre. Jó van. Mi megmaradt, meg elviszed este, ha gondolod. Hát te is azt mondtad. Jó, macsira. Az a helyzet, hogy ez egyáltalán nem finom már másnap. Tehát nem jó. De cica. Ezt aznap kell elfogyasztani. Lexike. Most mondanám, hogy egy picit nyissunk ablakot, vagy ajtót kinyitott, egy picit nincsen szakiszagolnám, ha már úgyis ott állsz. Minden oké. Minden oké? Vakontúrás, oké, rendben van. Jó, én hozok még egy kis válfát valahonnan. Ha visszatértem. Egyet tudtam szerezni. Na de, nem baj, ami nem tér ide, az megy. Majd szállító, micsoda el? Ruhaszállító elványra. Ó, most bepárásítunk mindent, nem szeretem. De hát ez van. Ma nem is mosok többet, mert azért nem akarom kivérni a szállítógépet sem. Avval, hogy sokat megy.
két adag elég neki egy napra, aztán holnap folytatom, mert azután... Mert ennyi. Már muszáj leszek. Így. Hol vagy, mint hogyha csak fekete ruhánk lenne? Mi ez valami? Fekete volt? Ja. Ez meg egy nadrág. Még ezt ráteszem, ha már itt ez a válfa, szerintem. Még van egy kis ideje a szállítógépnek az első adagtól. Na, nem tudlak megérzettem. Így. És ide teszem. Száradjatok. Ezt pedig szerintem ide szétszórom. Nem fogom én azért felállítani a szárítót. Minek? Három darabért. Ide fel is pakoltam őket. Oda. Az a helyzet, hogy imádom ezt a gurulós állványt, mert utána, hogyha végeztem a dolgommal, megszáradtak, akkor fogom, begurulítom a fürdőszobába, és akkor törölközőt tudunk rápakolni, meg mindent is.